A hivatalos jogszabály szerint azok a gyermekek válnak tankötelessé, akik az adott év augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. Ennek halasztására korábban is volt lehetőség, azonban a tavaly évtől kezdődően változtak az eljárási szabályok. 2020 előtt még a gyermeket ismerő óvoda hatáskörébe tartozott az iskola érettség megítélése, a törvénymódosítás következtében azonban már az oktatási hivatal dönt az ügyről, szakértői bizottság véleménye alapján. Mivel azt, hogy a gyermek további egy évig óvodai nevelésben maradhasson, erről kizárólagosan az oktatási hivatal dönt. Ezt a kérelmet, ezt ugye most már folyamatosan a szülők benyújtották, igazából 15-ig, tehát egy nap van még ebben az évben, amikor ezt a kérelmet benyújthatják a hivatal felé. Az oktatási hivatal felületén található egy elektronikus informatikai segítő rendszer, ahol egy űrlap letöltésével ez a kérelem kitölthető, és szükséges is, hogy csak ezt a hivatalos kérelmet fogadja el az oktatási hivatal, tehát fontos, hogy ezt a kérelmet töltse le a szülő. Ezt az űrlapot kétféleképpen ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehet eljuttatni az oktatási hivatalhoz. Utóbbi esetben a postára adás időpontja számít, tehát azok a szülők, akik pénteken adják fel kérelmüket, még nem csúsznak ki a határidőből. Akik rendelkeznek olyan orvosi szakvéleménnyel vagy a pedagógiai szakszolgálat korábbi véleményével, amely javasolja az iskola kezdés halasztását, ezeket a dokumentumokat is csatolják az űrlaphoz. Nem minden esetben elegendőek azonban kizárólag ezek az indoklások. Hogyha az oktatási hivatal azok alapján az igazoló dokumentumok alapján úgy véli, hogy nem tudja meghozni önállóan a döntését, akkor szakértőként kéri fel a területileg illetékes járási szakértői bizottság, ami a pedagógiai szakszolgálatokban működik, szakembereit, hogy alkossák meg a szakértői véleményt, ami alapján ő majd meghozza a döntését. Tehát közvetlenül a szakszolgálathoz a szülő nem tud fordulni január 1 után, csak az oktatási hivatal felé. Lehetőség volt viszont szeptembertől olyan kéréssel fordulni a szakszolgálatok felé, amelyben a gyermek komplex vizsgálata során a kognitív képességeket, a szociális érettséget, tehát bármely olyan területet, ahol a szülő valamilyen lemaradást tapasztalt, azt kérhette, hogy a szakszolgálat szakemberei vizsgálják meg. Azoknál a gyerekeknél, akik sajátos nevelési igénnyel rendelkeznek, vagy viselkedési zavart, beilleszkedési nehézségeket állapítottak meg, a pedagógiai szakszolgálat már január 1-e előtt kiállított szakmai javaslatot a halasztás kezdeményezésére. A szakértők szerint a szociálisan érzékeny vagy valamilyen képességbeli hiányossággal rendelkező gyerekek beiskoláztatásával érdemes várni egy évet, túl korai iskolakezdés ugyanis újabb kudarc élmények sorozatát okozhatja.